Jogszabályok, évelei változások, korszerűsítések és érdekes emberek, ezekkel a témákkal is foglalkozunk a Híd Televízió Barcsi krónikájában. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket a képernyők előtt. Az idei esztendőben is várjuk észrevételeiket és javaslataikat a megszokott elérhetőségeinken, így SMS üzenetet vagy telefonhívást is várunk Önöktől a 0670 639 102 7-es számon, elektronikus levelet pedig az info@bacsmedia.hu címre írhatnak nekünk. Kezdésként nézzük mai témáinkat röviden. Szép látvány, ha esik a hó, no de kinek a dolga eltakarítani és síkosságmentesíteni a házak előtt? A helyi szabályokat kérdeztük a szakemberektől. Korszerűsítik az ipari iskolát. A tervek mellett már a megvalósítás is elkezdődött, a tanműhelyben a fűtésrendszert szerelik. A laktózérzékeny, gluténérzékeny gyermekekre is főznek a barcsi konyhák. Körülnéztünk, hogy a felújítások után miként szervezték át az ellátást. Jól járnak a teljes jogú nyugdíj mellett munkát vállalók. Az idei adóváltozásokról kérdeztük Iliásics Károlyt. Nem csak látni, hanem láttatni is szeretne a barcsi természetfotós. Somogyi Zsolttal beszélgettünk. Kisebb vita kerekedett a síkosságmentesítésről a Híd Televízió közösségi oldalán is. Az, hogy a hólapátolás kinek a dolga, első látásra egyszerűnek tűnik, mégis úgy fest, hogy sok kérdést vetett fel a lakosok részéről, így utána jártunk. Az utóbbi időszak hóban gazdag időjárása újfent előtérbe hozta a hólapátolással kapcsolatos fő kérdést, miszerint hol és kinek is kell eltakarítani a járda burkolatáról a lehullott csapadékot. A közterületeken nyilván a városgazdálkodás, az önkormányzat intézménye gondoskodik, illetve a gyalogátkelő helyeken, buszmegállókban. Nagyon sokszor elmondásra került, hogy a nagyforgalmú területekkel kezdenek, nem feltétlenül a lakosság igényei szerint haladnak. Úgy haladnak az iskolák környékén, a buszmegállók környékén, a járóbetegellátó környékén, és ha ezek a nagyobb forgalmú helyek készen vannak, utána térnek rá a mellékutak és az utcáknak a tolására. A családi házaknál, társasházaknál, ahogy az 1000 éves iratlan és írott szabály is egyben, az ingatlan tulajdonosának a kötelessége a síkosságmentesség biztosítása. Tehát a közmondással élve mindenki a maga házatáján söprögessen. Talán a családi házaknál a legegyszerűbb a helyzet, de a társasházak esetében sem túlzottan ördöngős a dolog. Amennyiben a lakók nem biztosak a dolgukban, úgy a közös képviselőhöz vagy az önkormányzathoz is bizalommal fordulhatnak abban a kérdésben, hogy járdájuk közterülete vagy sem. Amennyiben erre a kérdésre igen a válasz, úgy az adott szakaszt a Városgazdálkodási Igazgatóság tartja tisztán. Két kis traktor van átállítva a járdák sószórására és hótolására. Van két nagy traktorunk, amiknek az orrán van tolólap, aztán van egy sószóróval felszerelt teherautónk, ami egyébként szállító jármű, aztán van tolólappal felszerelt teherautónk. Ezek nem spéci célgépek, de mindegyiken van tolólap, vagy sószóró adapter, vagy valami, ilyenkor átállítjuk őket téli használatra. Illetőleg vannak külső segítségeink, alvállalkozóink. A Városgazdálkodási Igazgatóságnak bőven jut terület, így nem tudnak plusz szakaszokat vállalni, bár az útba eső részeket így is letolják. Az önkormányzati tulajdonok előtt, az intézmények saját maguk előtt, az önkormányzati tulajdonú, tehát a mi fenntartásunkba tartozó lakóházak előtt nekünk kell takarítani, illetőleg a városközpont, ami közvetlenül hozzánk tartozik, a parkok tartoznak hozzánk, a közhasználatú parkolók tartoznak hozzánk. Az igazgatóságnak a járdákon kívül a város útjainak egy részét is takarítania kell. Amennyiben a lakosságnak panasza vagy kérdése van a helyi utak hómentesítésével kapcsolatban, ugyan 463-143-as telefonszámon érdeklődhetnek.
Ami nem tartozik hozzánk, az az Erkeltől a Mező utcai szakasz a tűzoltóságig, illetve a tűzoltóságtól a Szentesi utca végig, mert ezt a közút takarítja, illetőleg nem a miénk az Erkel, nem a miénk a vasútállomásig a csillagkörforgalomhoz tartozó útszakasz, mert ezeket ők megcsinálják, ez közútkezelésben van. Az összes többi utca az hozzánk tartozik. A lakosság részéről többször felmerül pár kérdés a kommunális adó és a hólapátolás viszonyáról. A kommunális adó az önkormányzat által bevezethető helyi adó nem, amely a helyi közszolgáltatások biztosítására, a gazdálkodás biztonságára és a feladatok ellátásához szükséges állami források kiegészítésére szolgál. 2018-ban az önkormányzatnak 60 millió forint volt a tervezett lakossági kommunális adó bevétele. A helyi közszolgáltatások közül úgy gondolom, hogy talán legszélesebb réteget érintőket sorolnám föl. A szociális központ fenntartásához 76 millió 413 ezer forintot kell az önkormányzatnak az állami támogatás mellé saját bevételekből hozzárendelni. Az óvoda bölcsöde működtetéséhez 72 millió 986 ezer forintot kell az önkormányzatnak az állami támogatás mellé saját forrásból hozzá biztosítani. A Városgazdálkodási Igazgatóság tevékenységéhez az állami támogatáson felül 123 millió 173 ezer forintot kell hozzátenni. A művelődési központ működéséhez 45 millió 56 ezer forintot kell, a könyvtár működéséhez 16 millió 806 ezer forintot kell az önkormányzatnak még biztosítania. A teljesség igénye nélkül próbáltam ezeket a közszolgáltatásokat kiemelni. Általam felsoroltaknak a végösszege 334 millió 434 ezer forint. Ebből a forrásból, ha mindenki befizeti a helyi adót, a helyi kommunális adót, akkor 60 millió forint a bevételünk. Tehát a kommunális adó a teljes közszolgáltatásokhoz, a gazdálkodáshoz szükséges adó, nem szerencsés kiemelni sem a szemétszállítást, sem a hólapátolást, sem a fűnyírást, mert az önkormányzat össztevékenységéhez szolgáló bevételi forrás. Tehát nem várható el az önkormányzattól azon járdák tisztántartása, melyeknek hómentesítése a lakosság feladata lenne, sőt az ingatlan tulajdonosoknak akár súlyos forintokba is kerülhet, ha elmulasztják a hólapátolást vagy a csúszásmentesítést. Az önkormányzat szempontjából van ugye a helyi rendeletünk a helyi közösség ellenes magatartásokról, ami helyi rendeletben előírt kötelezettség, annak a nem teljesítése esetén helyszíni bírság, illetve közigazgatási bírság szabható ki. Ez nyilván a fokozatosság elvét betartva szoktuk alkalmazni, első esetben felszólítás, a helyszíni bírság maximum 50 ezer forint lehet, a közigazgatási bírság 200 ezer forintig terjedhet, ez a maximális. A másik az már egy polgárjogi kategória, ha valaki az én házam előtt elesik és eltöri a lábát, ő beperelhet engem, és kérheti a kiesett jövedelmének, vagy esetlegesen az egészségkárosodás mértékének megfelelően a kártérítést. Bár sokszor sok bosszúságot okozhat az időjárás, talán mégis belátható, hogy ahogy a nyárhoz hozzátartozik a napsütés és a strandolás, úgy télen a hó és annak lapátolása egy évente visszatérő elem. Több korszerűsítést is tervez a Kaposvári Szakképzési Centrum Barcsi Ipari Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája ebben az esztendőben. A tanműhelynél már zajlik a munka, ezúttal a fűtésrendszert korszerűsítik. 30 millió forintos beruházás keretében új fűtésrendszert kap a Kaposvári Szakképzési Centrum Barcsi Ipari Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tanműhelye. A beruházó a szakképzési centrum. Az ő döntésük volt, hogy az intézményi bevételek egy részét újra a Barcsi szakképzésbe fektetik. A tanműhelyrendszer mostani fűtés korszerűsítésével hosszú távra oldják meg a feladatellátás stabilitását. Szükség volt a fűtés korszerűsítésre tavaly tavasszal. Nyilvánvalóvá vált, hogy javításra szorul a fűtés. Nem megbízható, nem üzembiztos
nem biztonságos gyerekek oktatása szempontjából javításra szorul. És ennek a hatására lett egy olyan döntés, hogy nem javítunk, nem próbálkozunk a régi rendszernek a felújításával, hanem egy teljes új beruházás fog indulni. Ez egy teljes átfogó korszerűsítés a szolgáltató külső bekötésétől az összes szerelvény cseréjén át két új kazán beállításával, a szociális egység vizes blokkjának meleg vízellátásáig minden szerepel a komplett épületgépészeti felújításban. Az első ütem, az első kazán az, amit a átcsoltam műjelrendszert látja, a másik pedig a főépületet, az utcafronti épületet, valamint a szociális blokkot. És ezt a kettőt ütemezetten az oktatás mellett ügyesen és nagyon korrekten együttműködve az iskolával a kivitelezők szépen meg tudták csinálni. Korrekt munkakapcsolat alakult ki a kivitelezővel. Folyamatosan egyeztettek az intézménnyel arról, mikor milyen munkafázis fog következni, így teljesen tervezhető volt az oktatás és a műhelyek használata, illetve helyettesítése. Az egész rendszerre készen van. Hátsó rész működik, tehát a taműhelyek, a fémipari, asztalosipari, faipari, hegesztő, lakatos, autószerelő műhelyek teljesen készen vannak. Itt már csak annyi a tennivaló, hogy a gépészeti munkálatok utáni apró javítások, festés, vázolás, apró javítási munkák, takarítás az, amit meg kell csinálnunk. A másik rész a második ütemnek, a főépületnek a szerelvényezés, a szerelése épp most zárul a napokban. Ez a rendszer már minden előírásnak megfelel, ez fontos, hisz a szabályok folyamatosan szigorodtak, ráadásul ezek az új kazánok a 21. század elvárásait és igényeit is maximálisan kielégítik. Most, amikor elkészül a gépészet, az iskola szakembergárdája és tanulói következnek, akik elvégzik a kivitelezés utáni javító munkákat, festést, mázolást és takarítást. A szakoktatókra még egy plusz feladat is vár. A műhelyeket át kell rendezni, hisz több, nagyobb fűtőtest kapott helyet, mint eddig, tehát az eszközöket át kell csoportosítani, és a munkaterületet is másként kell kialakítani. Ám ez ellen senkinek nincs ellenvetése, hisz egy sokkal kellemesebb és üzembiztosabb helyen dolgozhatnak és tanulhatnak a szakmunkás képzésben résztvevő diákok. Az első legfontosabb az, hogy biztonságos, üzembiztos. Gyerekek szempontjában az első legfontosabb. A második költséghatékony, tehát sokkal olcsóbb lesz a fűtés működtetése. A harmadik, hogy egyszerűbb működtetni. Tehát automatika működteti, vezéri a rendszert, nem a portásnak, a sofőrnek a feladata, hogy itt a napi fűtésről gondoskodjon, vagy a délutáni, hétvégi, vagy a szünnapi hőmérsékleteket beállítsa hétfő reggelre, vagy szünetek utáni időpontra, automatikusan működik. Itt azonban még nem ér véget a felújítások sora. Az iskola épületének külső homlokzata következik. A tervezett nyílászáró csere a korábbi fűtéskorszerűsítést is költséghatékonyabbá tenné, és a homlokzat is új arculatot kapna. A Tavasz utcai főzőkonyha felújítását követően némiképp átszervezték a munkát a város étkeztetésében. Pár esztendeje még minden iskolában külön főztek, aztán a két nagy konyha átvette ezt a szerepet, ám a gimnáziumi konyha teljes körű felújítása idején a Szent László utcai főzőkonyha egyedül is vette az akadályt, eztán pedig cseréltek és osztoztak a feladaton, most január 1-től pedig teljesen új felállásban dolgoznak. A Tavasz utcai teljesen felújított és új berendezéssel, felszereléssel ellátott főzőkonyha átvette a gyermekétkeztetést teljes egészében. 2019. január 1-től 1700 főre készül itt az étel. Reggeli, ebéd, vacsora, no és jó pár köztes ellátás. Az első próbálkozások azért nekünk is kihívás volt, de próbáltuk úgy összehangolni a technológiát és a munkafolyamatokat, hogy zökkenőmentesen ezt le tudjuk bonyolítani. Én úgy érzem, hogy a kollégákkal közösen ezt sikerült is végbevinni, úgyhogy most már mondhatom azt nyugodt szívvel, hogy álljuk a sarat. A teljesen új technológia, a gépek és a háttér felszereltség adják ehhez az alapot. A másik nagy segítség, hogy átálltak félkész termékekre,
előkészített húsokra és előkészített zöldségekre. Ráadásul még költséghatékonyabb is, így az üzemelés. Ugye ezt mindenki tudja, hogy a mai árakat a piacon körülnézünk, hogy amíg 1500 forintért kapjuk a nyers petrezselymet, addig így a mirelitben 350-ért, tehát ez nekünk a kedvező, és az előkészített húsok sem drágábbak, mint hogyha tömbösítve vagy nem konyhakészen kapnánk, hanem tömbösítve. Ez különösen fontos az étlap és a kínálat összeállítása miatt is. A normatíva évek óta 450 forint, ebből kell kihozni a napi háromszori étkezést. Ennek köszönhető, hogy egyik nap gyengébb, másik nap erősebb a menü. Az úgynevezett okos tányér módszert is követik, sokkal több zöldséggel és kevesebb sóval, borssal dolgoznak az egészséges táplálkozás jegyében. Ez ma már előírás is, amit rendszeresen ellenőriznek a hazai konyhákon. Így hiába szerepel a kedvencek listájának a legalján a spenót és a tök, azért készül, mert egészséges, de ettől még van mindig kiflikók, és újdonságként megjelent a vimpi, a hamburger és a pizza is. A legkisebbekkel szoktuk kezdeni, ugye, mert ott nagyobb hangsúlyt kell fordítani arra, hogy ott sok zöldség legyen, sok főzelék, párolt húsokat, tehát ott nagyon-nagyon minimális a fűszerezés, hogy végül is pici gyerekekről van szó. Az óvodások azok már egy kicsit ugye bátrabban lehet főzni, meg fűszerezni is, mert azért ők már nagyobbacskák, és az iskolák azok meg hát ugye egyformán kapják mindenhol, mert ott az alsó-felső nincs megkülönböztetve, tehát egyforma a menü minden. Most, hogy a Tavasz utcai főzőkonyha teljes egészében átvette a gyermekétkeztetést, elcsendesedett a Latinka utcai konyha. Funkcióját azonban nem veszítette el, továbbra is főzőkonyha, sőt, továbbra is főznek itt, mégpedig a speciális diétát igénylőknek. Gabonamentes, tojásmentes, cukormentes, laktózmentes, és még sorolhatnánk, mi minden mentes ételeket kell készíteni az ételallergiások számára. Néhányuk csak ételintoleranciával él, néhányuk viszont azonnali rosszul létet kockáztat már egy kis mennyiségű nem kívánatos alapanyagtól is. Van, aki egyik összetevőt, van, aki a másikat nem fogyaszthatja, van, aki egyiket sem, másikat sem. Így aztán 16 féleképpen kell gondolkodni és menüt összeállítani minden nap. Kapunk kiszabatot és étlapot, ami alapján dolgozunk. Van egy diétás éremezésvezetőnk, aki szerkeszti az étlapot és a kiszabatot, ami alapján dolgozunk. Olaj és só használatot kell nekünk visszavenni, amit a diétás gyerekek nem kaphatnak. A fruktózosnak természetesen édesítőszerrel készül az étel. A gluténmenteseknek egy gluténmentes liszttel dolgozunk. Ha egyfajta menü van, akkor természetesen annyi változás van, hogy kétfajta leves készül, mint a tejfehéréseknek és a gluténosoknak. Hogyha van kimélő is köztük, ami bizony van, mert színhidrát csökkentetnek is főzünk, akkor négyfajta leves készül, és négyfajta második. Két éve végezték el a szakácsok a speciális képzést, és két éve kezdődött Barcson a diétás gyermekek ellátása. Eddig is elkülönítve dolgoztak itt a konyhán, most pedig csak az ételallergiásokat szolgálják ki. Jelenleg 22 gyerekre főznek, a bölcsödétől egészen az óvodán át, az általános iskolán át a középiskoláig. Többek között gluténmentes, tejfehérjementes, fruktóz és szénhidrát csökkentett ételek készülnek, igény szerint reggeli, ebéd, uzsona. Külön edényezetben föl van a főzés, nekik nem érintkezhet mással sem a gluténos, sem a tejfehérjés, ezt kimondottan azokban az edényekben főzzük. Vannak éthordók, amik meg vannak név szerint címkézve, és tudjuk azt, hogy melyik gyerek mit kaphat, így készítjük el az éthordókat. Tehát a gluténosnak természetesen csak az ő edényébe és az ő éthordójába van téve az étel, ugyan a fruktózosnak is, a szénhidrát csökkentetnek is, külön megy mindenkinek az éthordóba az étel. A visszajelzések pozitívak, a konyhán pedig nem csak a követelményeknek igyekszenek megfelelni, hanem a gyerekek igényeinek is. Így az élelmezés vezető is próbál a kedvükben járni. Most, hogyha van például jövő héten lesz bukta, ugyanúgy a tejfehérjések is meg fogják kapni a buktát, nem tejjel, hanem természetesen másmilyen eljárással készül. A palacsintát is megkapják a tejfehérjések is, mint a gluténosok is, mert önekik is van arra megfelelő liszt, vagy olyan tészt, amiből meg tudjuk csinálni, de hát nem szenvednek semmibe se hiányt a gyerekek. A gyerekeknek nem csak a diétás élelmezés vezető igyekszik kedvezni, a nagy konyhán is újabb változások várhatók.
Nagyon sok újdonság jelenik meg az étlapon, nagyon sok sült tészta lesz, kevert tészta, édes tészták, új bundázott húsok és újfajta krémlevesekkel is előrukkolnak. Több változás is érinti a munkáltatókat és a munkavállalókat is, valamint a gazdasági társaságokat és a gyermekeket nevelő családokat is január 1-től. Az adójogszabályok változásairól Iliásics Károlyt kérdeztük. Minden év elején azzal kell számolni, hogy az adójogszabályok jelentős része megváltozik, s bár ezen változások egy része már megtörtént, 2018 közepén mégis érdemes sorra venni az újdonságokat. A kormány a érdekegyeztetés tárgyalásokon megállapodott a partnerekkel azzal, hogy a minimálbér 138 ezer forintról 149 ezer forintra emelkedett január 1-ben, és azokra az emberekre vagy dolgozókra, akiknek legalább középfokú végzettségük van, azokra garantált bérminimum vonatkozik. Ez a garantált bérminimum 180.500 forintról 195.000 forintra emelkedett. Természetesen ez a minimálbér emelkedés érinti azokat a munkavállalókat is, akik alkalmi munkavállalást végeznek. Önállók is a napi munkabér összege, a minimálbér az 6.860 forintról 8.919 forintra emelkedett, a garantált bérminimum pedig 8.970 forintról 11.661 forintra nőtt. Jobban járnak idéntől azok, akik nyugdíj mellett dolgoznak, hiszen 2019-től a munkabérük bruttó 85%-át kapják meg minden hónapban. A nyugdíjasoknál a biztosítási jogviszony 18. december 31-ével megszűnt. Ez azt jelenti, hogy azok a munkáltatók, akik nyugdíjasokat foglalkoztatnak, a nyugdíjasok után nem fizetnek semmiféle járulékot. Tehát a nyugdíjas foglalkoztatásnál csak a kifizetett munkabér jelentkezik költségként, és a nyugdíjasok esetében is csak a személyi jövedelemadó a 15% kerül levonásra. Ezen változás csak azokra vonatkozik, akik saját jogon nyugdíjasok, valamint betöltötték a nyugdíjkorhatárt. Tavaly a kafetériával kapcsolatos viták nagy visszhangot kaptak a médiában, szóba került többek között annak eltörlése is, ám végül csak változások léptek életbe. Nagyon sok kafetériában adott juttatás úgy módosult, hogy korábban a adómentessége vagy a alacsonyabb adókulcsa az megváltozott, és magasabb adózással kell a munkáltatónak leadózni az ilyen juttatásokat. Ez különösen érinti a béren kívüli juttatások körét, itt elsősorban a szépkártyát, ugye, akik szépkártyával kapcsolatos támogatást vagy kafetériát kapott, azok esetében ennek a mértéke az nem változott továbbra, és az összeg ugyanannyi, csak a járulék mértéke az 34,5%. Ezen túlmenően vannak még az egyes meghatározott juttatások, ami már most 40,71% adózik, ami pedig ebben nem tartozik bele, az bérnek minősül, és ugyanúgy adózik, mint a bér. Ez kettős élő fegyver, mert mondhatjuk azt, hogy jó a munkáltatónak, jó a munkavállalónak, de rövid távon, mivel a kafetériában kapott juttatások nem képezik a nyugdíjjárulék alapját, és ebből eredően később, amikor az emberek nyugdíjban vonulnak, akkor természetesen ez nem számít bele a nyugdíj számítás alapjában. A két gyermekes családoknál megnövekedett a családi adókedvezmény mértéke, így 2019-ben egy két gyermekes család minden hónapban 40.000 forint személyi jövedelem adókedvezményben részesül. Azok, akik nem rendelkeznek semmiféle jogviszonnyal, tehát saját jogon nincs biztosításuk, őnekik minden hónapban fizetni kell járulékot ahhoz, hogy az egészségügyi szolgáltatásra térítésmentesen igényt érvényesíthessenek, tehát hogy elmennek orvoshoz, akkor ne kell neki kifizetni, vagy gyógyszereket ne kell neki kifizetni. Ezen járulék mértéke január 1-től 7320 forintról 7500 forintra emelkedett havonta. Ahogy a munkavállalók részéről, úgy a vállalkozói oldalról is hozott újdonságokat 2019. Változott az a szociális hozzájárulási adóból, kik azok, akik kedvezményezettek lehetnek. Sajnos itt csökkent a kedvezményezettek köre. Itt a 25 év alatti pályakezdők azok kikerültek, valamint az 55 év feletti alkalmazottak után érvényesítető kedvezmény az kiesett a kedvezményezettek köréből.
Az ÁFA-t, általános forgalmi adót érintő változás az, hogy az alanyi mentességnek az értékhatára az 8 millió forintról 12 millió forintra emelkedett, tehát azok a vállalkozások, akik nem érik el éves szinten a 12 millió forintos bevételt, azok választották azt, hogy nem fizetnek egyáltalán általános forgalmazást, természetesen a beszerzésekben rájuk áthárított adót nem kérhetik vissza, viszont a forgalomban ő általuk érvényesített ÁFA-t nem kell nekik befizetni. Ez jelentős adminisztrációs könnyítést jelenthet a kisvállalkozásoknak, ugyanúgy, ahogy az adóbevallásokkal kapcsolatos újdonságok is. Minden vállalkozásnak, mezőgazdasági őstermelőtől kezdve az egyéni vállalkozó, a NAV készíti el az adóbevallás tervezetet, ami azt jelenti, hogy ez év március 15-ig mindenkinek a NAV készít egy adóbevallás tervezetet, amit az ügyfélkapunk keresztül mindenki megnézhet, és amennyiben azon módosítani szeretne, akkor azt módosíthatja, és jóváhagyásával az APEC ezt elfogadja. A bevallási határidő a vállalkozások esetében ugyanúgy, mint a magánszemélyekre, május 20-ára módosult. A pénzügyi tanácsadó rálátása szerint úgy véli, hogy a tavalyi év a helyi vállalkozások számára döntően nyereséges volt. Sok szép látvány van, de a tél és az ősz tán a természetfotósok kedvenc évszaka közé tartozik. A fotózásról és a kulisszatitkokról beszélgetett még az ősz folyamán Somogyi Zsolttal, Kalmár Mária kolléganőm. Nagyon sokan mondják, hogy őnekik a tavasz a kedvenc évszakuk, én viszont imádom az őszt. Azok a színek és azok a fények, amelyek ilyenkor játszanak, ez nekem olyan varázslatos és nagyon-nagyon szép. Ugye most épp, ahogy megy le a nap, és itt a fa ágak között besüt, ez valami fantasztikus élmény. Fotós szemmel is jó ez? Hát attól függ, hogy honnan nézzük, hogy hát árnyékban jobb fotózni, mint napfényben, mert sajnos a napfény az nagyon tört fényeket okoz, és nem lesz tőle szép a kép. Tehát az árnyék az egy kicsit jobb, de sajnos oda meg komolyabb technika kell, mert kevesebb fényni, sajnos nagyobb izót kell állítani, tehát a képminőség romlik. Te mikor szeretsz fotózni? Este jobb, mert szebbek a fények, de nehezebb is. Hajnal? Hát ott ugyanez a szituáció. Vagy van ilyen, hogy mondjuk amikor éppen kell fel a nap, vagy az a fél óra, hát, vagy... Amikor kell fel a nap, akkor nagyon jó képeket lehet csinálni, de természetfotózásnál, főleg, hogyha mozgó tárgyakat akarunk fotózni, akkor sajnos gyengébb technikával nehéz jó képet csinálni. Ez a természetfotózásnál, amikor mozgóképeket akarunk csinálni. Ez az a hely, ahol nem lehet beállított képeket, mert egyetlen egy vad nem fog úgy állni, ahogy te akarod. Hogy sikerül elcsípni ezeket a képeket? Hát még a vadak szempontjából ott egy kicsit jobb a helyzet, mert ők azért gyakran megállnak és mereven figyelnek. Ilyenkor azért lehetőség van arra, hogy állítgassunk egy kicsit, de például a madaraknál vagy más kisebb állatoknál ez már nem definiált. Hát, ahogy nem végignéztem a képeidet, egy gyönyörű fotókkal találkoztam, és rögtön az jutott eszembe, hogy sikerül ilyen közel menned hozzá, tehát hogy oldod meg, hogy ott legyél közöttük? Hát sok várakozás. Hát nagyjából tudom, hogy hol vannak, és akkor annak a területnek a közelébe lefekszek, vagy elbújok, vagy sátorba megyek, és akkor kivárom a lehetőséget. A sátor, az a sátor, amelyet elhoztál ide nekünk is megmutatni? Igen, tehát azt is felszoktam állítani, és akkor várunk a pillanatra. Ott valóban úgy van, hogy órákig vársz a pillanatra? Valamikor órákig, de amik most így ősszel, azért egy kicsit könnyebb vadakat fotózni, mert ugye párzási időszak van, és nem annyira figyelmesek, főleg a hímek. Tehát ilyenkor jönnek, mennek, és mire észrevesznek, van, hogy ilyen 5 méterre bejön, és akkor döbben rá, hogy esetleg közelbe állok, vagy esetleg elbújtam egy fa mögé, van olyan ruhám, ami azért nagyjából beleolvad a környezetbe szinte, és elég nehezen szúrnak ki. Úgyhogy volt olyan is, hogy mikor lefeküdtem, akkor elindult egyenesen felém, és majdnem átbaktattak rajtam, és föl kellett néznem, hogy ugyan már fordulj vissza, mert ott vagyok. Mielőtt még rád lép. Így van, tehát rám lépett volna egy az egybe, annélkül, hogy észrevesz.
Hogy kezdődött nálad ez a fotózás? Hát volt egy kisebb gépem, akkor kijártunk, és így kezdődött. Aztán egyik ismerősöm vett egy komolyabb gépet, láttam a fotókat, hogy ez bizony, ami van nekem, az kicsit gyenge. És akkor én is vettem egy komolyabb gépet, és akkor így úgy hívtuk mi, hogy vadazás. Menjünk vadazni, és akkor mentünk ki fényképezővel, és próbáltuk ezeket a képeket. Tehát rögtön szólni. Így indult? Hogy... Hát igen, mégis van ismerősünk egy faluba, és a falu mellett kijártunk lesekre kicsit. Így a természet örömi, tehát hogy... Igen, csak azért, igen, hogy igen. Kint legyetek. És akkor ugye, ha már kint vagyunk, és jönnek-mennek, akkor milyen jó lenne lefényképezni, és akkor szépen lassan ebből indult el a... Mondjuk milyen volt az első géped? Egy Olympus volt, egy kis Olympus. Hány éves voltál akkor, amikor elkezdted? Hát, akkor már 25-26 voltam, tehát elég későn kezdtem. Azt hittem, talán ilyen tínédzser korban indult nálad ez a szerelem. Nem. Hát ugye természetesen mindig is szerettem el horgászat, meg ilyesmi, de úgy így komolyabban sajnos ugye az anyagiak se tehették meg azt, hogy most az ember egy fényképezőgépet vegyen, főleg esetleg egy jobb minőségűt, ami már alkotni is tud, nem csak fényképez. Ha 5-6 órát kint vagy egy fotózás alkalmával, hogy jut idő a horgászatra? Hát arra már nem jut idő. Ennyit szegény halak. Pedig azokat is lehetne, várhatnál, látod? Egy-két órát arra, hogy hopp, felugorjon egy hal. Hát, sokáig várnék szerintem. Nincsenek is itt tóparti képeid, vizes képeid? Nem sok. Vannak ilyen naplement és ilyesmi, de inkább így az erdőjárása jobban, ami... Az anyagiakat említetted, tehát az első képtől, az első géptől eljutni ahhoz, amit most használsz. Mennyi minden kellett hozzá? Anyagiakba? Hát akár azt is, bár azt nem hiszem, hogy hát, meg tudod határozni. Nagyjából meg tudom határozni, de hát sajnos nem kevés, mert ha az ember jobbat akar, akkor mindig drága. Még ugye, így is egy alsó középkategóriával dolgozok, ami nem sok. Ugye laikusoknak ezek sok mindent nem mondanak, amiket megmutattál. Hát igen, ezekkel makroképeket szoktam csinálni. Most lehet külön makroobjektívet is venni, de az megint elég szép pénz. És akkor van ilyen makrógyűrű, ami ugye a lencsét eltávolítja a fényérzékelőtől, és ez úgy működik, mint egy nagyító hatást fejt ki, és akkor a nagyon apró például egy hangyát, vagy bármilyen apró virágot is le lehet fényképezni, annélkül, hogy... Mi áll közelebb hozzád? Ez hát a makró? Ezt mind a kettőt szeretem, de inkább az erdőjárással közelebb. Ezt inkább tavasszal szeretem, mert nagyon gyönyörűek a tehát szinte szabad szemben nem látható apró élmények is elég érdekesebb viselkednek. Nézelődnek, főleg a pókoknál jellemző ez az ugrópóknál nagyon picik, és az ember így közelről nézi őket, akkor lehet látni, hogy tekingetnek a nagy szemeikkel. Tehát kis... A nagy szemével, igen. Hát nagy szeme, mihez képest? Ugye? Hát épp azért mondtam, egy póknak igen. Milyen nagyon nagy szeme lehet, igen. Hogy jött az autószerelés mellé a fotózás? Hát ez hobbi szinten. Próbálom, aztán próbálom fejleszteni magam. Aztán ki tudja, mi lesz belőle. A kollégák mikor tudták meg, hogy te ilyesmiket csinálsz, és hogy fogadták? Hát, igazából tetszettek nekik a képek. Tehát, meg hát vittem be a munkahelyemre, és ott is kim vannak, jönnek, mennek az emberek, megnézegetik őket. Úgy érzem, hogy tetszenek nekik. Van, aki jön és mondja, hogy nagyon jók. Próbáltam kimenni, megpróbálni egy kicsit eladni belőle, hogy anyagiakba Egy kicsit pótold mindazt, amit már elköltöttél. Meggazdagodni vagy keresni nem nagyon tudok vele, mert kíváncsi is voltam, hogy mit szólnak az emberek. És hát általában mondjuk fotósok, ha megálltak, azok mondták, hogy jók, meg mi is fotózunk, tehát ilyen visszajelzések. Szakmai segítséget kértél? Kaptál valakitől? Nem, könyveket olvastam, hogy mit, hogyan állítsunk, mikor jobb egy kép, mi az, amit meg kell tenni, hogy még jobb legyen. Hát eléggé összetett a dolog. Pályázatok? Nem próbálkoztam be még. De elgondolkodtató, de még nem nagyon foglalkoztam így. A nyilvánosság miatt, vagy miért nem? A nyilvánossággal nincsen gond, de azért hozzá kell tenni, hogy nem egyszerű megcsinálni az év képét, úgymond, hogy mondjuk egy pályázatból beteszem. Tehát nem egyszerű. És vannak olyan fotósok is, akik már évtizedek óta és sokkal komolyabb technikával megyek, de mondjuk nem technika függő a dolog, tehát
kell szerencse, és nagyon sok szerencse, hogy csináljunk egy olyat, amit más nem. Amikor ott vagy a helyszínen, érzed, hogy ez most nagyon jó? Vagy csak reménykedsz bent, hát hogy sikerült elcsípni a pillanatot? Van olyan kép, ami nagyon jó, itt is van között egy, amit nagyon szeretek, amit idén csináltam. Tényleg elkaptam a fényeket, elkaptam a pillanatot is, tehát nagyon jó lett. Van olyan. Ugye, hála Isten, úgy jött ki az állat, hogy győz volt, úgy jött ki, hogy árnyékba jött, de a mögötte lévő rét az kistötte a nap, úgyhogy nagyon szép lett a kép tőle. És ugye itt, amikor beszélgettünk még a televíziós rögzítés előtt, akkor mondtad, hogy a barátnőddel járod. Hát igen, ő is ki szokott jönni, és akkor így együtt általában körbejárjuk a területet. Szoktunk szólni a helyi vadásztársaságnak, főleg ebben az őszi időszakban, mert nagyon vadásznak, hogy kimegyünk, és akkor rából intanak, hogy jó. Volt rá példa egyébként, hogy valaki rossz szemmel nézte, hogy ott jársz? Sajnos elég gyakran. De igen. Sajnos nem csak tilalom alatt. Tehát. De hát ezzel nem tudok mit kezdeni. Mindenki úgy mondják, hogy védi a maga területét, úgymond. Most ez bután hangzik, de ugye ők úgy gondolják, hogy én zavarom őket. De én úgy gondolom meg, hogy nem zavarom őket. De ebből néha előfordul egy kis vita, de el kell engedni. Mert ők is csak talán a saját maguk normát hajtják, úgymond. Mm-hmm. Nem tudok mit csinálni. El kell fogadnom. Önnekik is el kéne fogadni, hogy én kiárok, de sajnos nem mindig nézik jó szemmel. De sajnos az élet nem mindig úgy van, ahogy szeretné az ember. Fotósnak tartod magad? Hát ez így erős. Szeretnék jó fotós lenni, mondjuk úgy. Szeretném, hogyha... És mikor leszel szerinted? Ha nyerek egy pályázatot, mondjuk. Hogyha el sem indulsz, nehéz lesz. Hát úgy igen, de ez csak valahol itt kezdődik talán. Ugye azt szokták mondani, hogy a profit az amatőrtől azt különbözteti meg, hogy a profi abban a dologban mindig nagyon szuper dolgokat tesz le. Nem olyan, hogy egyszer sikerül, egyszer nem. Az amatőrnek néha vannak nagyon jó dolgai, de nem mindig sikerül. Te is így érzed, hogy ez így van? Hát én úgy érzem, hogy minden fotósnak van rossz képe, 100%. Tehát aki a legprofibb, az se fogja közé tenni a legrosszabb képét abba az évben. Tehát ezt így nem lehet belelátni, hogy mennyi rossz képet csinált, ahhoz viszonyítva, hogy mennyi jó képe van. Jó, ez mondjuk, amikor kimész pár órára, akkor hány képet lősz el, és abból mennyit őrzöl meg, és mennyire mondod azt? Hát most mit mondjak? Mondjuk 10 alkalomból mondjuk legyen 5-ször látok lehetőséget a fotózásra, abból 3-szor fotózok, és talán egy az, amelyikben azt mondom, hogy ki tudok választani egy jó képet. Tehát nem sok fénykép kerül ki úgy, hogy na most ezt akkor nyomtassuk ki, mert ez szép. Én azt hittem, hogy amikor kimész, akkor folyamatosan lövöldözök. Folyamatosan lövöldözök, de azt a pillanat, tehát sajnos a vadak nem olyanok, mint mondjuk egy ember, hogy állj meg így, és megáll, és csinálj egy jó fotót. Azért mosolyogtam a beszélgetés elején, amikor azt mondtad, hogy hát a vadaknál könnyű. Hát mihez képest, ugye? Emberekhez képest nem. Mert ugye vagy ott van egy fa, vagy ott van egy ág, vagy nem jó a napsütés annyira. Nehéz ezt így. A napsütés, ez a szép hosszú vénasszonyok nyara, ez gyakran kicsábított téged? Tehát ez jó időszak? Hát jó időszak, igen. Jó. De mondjuk még így is meleg volt, tehát, de sajnos úgy érzem, hogy ezek az időszakok, meg az, hogy így melegszik a levegő, ez de sajnos a jövő szempontjából nem lesz jó. És akkor hétvégén te jársz esténként? Hogyan tudod beosztani hát munkával egyeztetni? Ilyenkor hétvégénként, nyáron azért van idő estés kimenni. Akkor ha már a nyilvánosság is pályázni annyira nem szeretnél. Ezt nem mondtam, hogy nem szeretnék, csak még nem mentem. Csak még nem vitt rá a lélek. Nem, kiállításra a munkahelyen kívül? Hát, ha lenne lehetőségem, akkor persze. Igen. Akár mesélni is arról, hogy egy-egy kép hol készült? Persze, milyen körülmények között? Igen, és pont ezzel kapcsolatban gondolkodtam egy időben, hogy bizony a mai fiatalok előveszik a telefont, forgatják, megnézik a Facebookot, és fogalmuk sincs, hogy tegnap mit néztek a Facebookon, de én mindegyik képről meg tudom mondani, hogy melyiket, hol és mikor csinálsz. Mindjárt tesztellek. Hát ezt Szomokszentgyörön egy mezőn csináltam. Ezelőtt a Dámbika előtt van egy árok is.
tehát azon ment át utána, utána fényképeztem. És nekem mondjuk nagyon tetszett ez a fotó itt, ez a virág. Ezt egy hajnalban csináltam, ezt Magyar Lukafán csináltam, kinn a mezőn, és ott. Mondjuk, amíg eljutottál a totáloktól eddig a makroig, a harmadcseppekig, a sok idő volt? Nem. Igazából ennek ezután is olvasgattam, hogy miként, hogyan is, és megvettem hozzá a kelléket, és megpróbálkoztam vele. De hát itt minden manuális beállítás, tehát többnyire nem is, tehát tehát makrofotónál a gépet teljesen ki kell kapcsolni az automatáról, mert nem lehet fényképezni. Tehát minden manuálisan kell állítani. Van ilyen bakancslistát, hogy hova szeretnél elmenni fotózni, vagy mit szeretnél fotózni? Úgy nincs meghatározva. Hát vannak ilyen, hogy úgy lefényképezni mondjuk egy gimbikát, ami tényleg így naplementébe esetleg, de sajnos a gémszarvasoknál sokkal nehezebb, sokkal kevesebb van, mint mondjuk a dám, és sokkal jobban is fél, mert sajnos ők vannak legjobban úgymond bántva. A környezeted elfogadja, hogy te természetfotós vagy, vagy követelik tőlük, hogy a családról is készítsék képeket? Vannak felkérések, ennek megpróbálok eleget tenni, ha tudok. De szereted is egyébként, azt hogy más is? Az is föltölt végül is, főleg ha esetleg ezt egy portré vagy bármi más. Így van, ha tetszik az életőnek, akkor ez is föltölt végül is. Most legközelebb mikor fogsz és hova mész? Hát szerintem holnap, és szerintem Homokszent György felé megyek megint. Ez a kedvenc környéked? Hát igen, mert viszonylag vadak szempontjából elég jó. Meg táj szempontjából is elég jó. Meg ugye ott a vadásztársasággal nagyjából tudok kommunikálni, tehát nincsen az, hogy most oda jönnek és akkor kizavarnak az erdőből, hanem ővel azt nagyjából kijövünk ott azzal környékkel. És szólok nekik, akkor nem fogadják. Meg hát próbáltam őnek is azért képeket adni, meg végülis a sefagnak is már küldtem be ide, és hát próbálok én is. Úgymond úgy közelíteni, hogy nem azért megyek, hogy én hajtsam vagy bácsam. Aki most akar fotózni, akár a telefonjával is, mire figyeljen, hogyan álljon, mit nézzem? Hát megmondom őszintén, a telefont azt én nem tartom olyannak, ami megfelelne. Mert nem is sok a beállítási lehetőség, tehát többnyire automaták, az meg ugye nem fogja azt hozni, amit esetleg elvárnak tőle. Vannak nagyon jó fotók, nagyon jó. Vannak ilyen fotópályázatok is telefonnal, tehát nem azt mondom, hogy nem lehet szép képet csinálni, de más világ, mint mondjuk egy rendes fotógép. Jó, akkor függetlenül a telefontól, mire figyeljünk tanácsként? Hát, mindenképp a fényekre. Hogyha mondjuk barátunkról vagy barátnőnkről csinálunk képet, akkor ne a napon csináljuk, hanem inkább árnyékban. Meg a háttérre, ugye, hogy az milyen. Mert sajnos a telefonok nem mossák el a hátteret, még azért én nekem van egy olyan lehetőségem, hogy el tudom tüntetni úgymond a hátteret, és ez kiemeli a földet, urat, állatot. A legjobb képet is tönkre teheti egy háttér, igen. Így van. Amikor mondjuk így kimész a természetbe, akkor te teljesen tudatosan mész ki, direkt arra helyre, direkt a fényviszonyok miatt. A fényviszonyokat sajnos nem tudom meghatározni, mert ebbe a kategóriába sajnos nem jönnek oda a naplementébe, meg nem fognak oda jönni az árnyékba, hanem megpróbálom lefotózni őket, és akkor amit ki tudok hozni a legjobbat belőle, az lesz megcsinálva. Akkor mit kell neked kívánni egy fotózás előtt? Jó fényeket, jó árnyékot. Hát, igen. Sok minden, de mindig a helyzet hozza, aztán reméljük, hogy jó kép lesz belőle. Akkor jó helyzeteket kívánok. Köszönöm neked. Szépen. És sok-sok élményt még a fotózásban. Köszönöm szépen. Ennyi fért e heti krónikánkba. Lássuk még egyszer a főbb témákat röviden. Szép látvány, ha esik a hó, no de kinek a dolga eltakarítani és síkosságmentesíteni a házak előtt? A helyi szabályokat kérdeztük a szakemberektől. Korszerűsítik az ipari iskolát. A tervek mellett már a megvalósítás is elkezdődött, a tanműhelyben a fűtésrendszert szerelik. A laktózérzékeny, gluténérzékeny gyermekekre is főznek a barcsi konyhák,
Körülnéztünk, hogy a felújítások után miként szervezték át az ellátást. Jól járnak a teljes jogú nyugdíj mellett munkát vállalók, az idei adóváltozásokról kérdeztük Iliásics Károlyt. Nem csak látni, hanem láttatni is szeretne a Barcsi természetfotós. Somogyi Zsolttal beszélgettünk. Továbbra is várjuk észrevételeiket, ötleteiket is megszokott elérhetőségeinken. A Híd televíziót hívhatják a 0670 639 102 7-es számon, de e-mailt is írhatnak nekünk az info@barcsmedia.hu e-mail címre. A jövő héten is számítunk figyelmükre a friss Barcsi Krónikában. Addig is viszontlátásra!